Üdvözlöm Önöket, ez a világhíradó az Alt TV. Őrizetbe vették az orosz gazdasági minisztert. Alekszej Uljukajev a vád szerint nagy összegű vesztegetési pénzt fogadott el, közölte kedden az orosz nyomozóbizottság. Sajtóhírek szerint a politikust azzal vádolják, hogy 2 millió dollárnyi kenőpénz fejében engedélyezte egy orosz vállalat állami tulajdon részének eladását a szintén többségi állami tulajdonban lévő Rosznyevszki olajipari cégnek. Javuló gazdasági eredményekről számolt be egy hónapja az orosz gazdasági miniszter. Augusztusban megfordult az egy éve tartó trend, és a jelentős 3,8%-os visszaesés csaknem 0,7%-ra lassult az első 8 hónapban. Számolt be büszkén az orosz gazdaság javuló eredményéről a miniszter. A jó hírek azonban gyorsan vége szakadtak számára. A nyomozók ugyanis most letartóztatták Uljukajevet. A hatóságok azzal vádolják a politikust, hogy az nagy összegű kenőpénzt fogadott el. A vesztegetés állítólag az állami kőolajipari óriás, a Rosznyevszki egyik mega üzletéhez kötődik. A cég korábban 5 milliárd dollár fejében vásárolta meg a Basnyevszki nevű cég 50%-os részvénypaketjét az orosz államtól. Sajtóba kiszivárgott feltételezések szerint Alekszej Uljukajev 2 millió dollárnyi csúszópénz fejében adta beleegyezését az üzlethez. A hatóságok állítólag a pénz átvitelekor tetten érték a férfit hétfőn. A rendőrség szűkszavú közleményéből egyelőre annyi derült ki, hogy a minisztert őrizetbe vették, és hamarosan várhatóan vádat emelnek ellene. A Kreml sajtófőnöke azonban azt is elmondta, Vlagyimir Putyint már a vizsgálódás kezdetén tájékoztatták a nyomozásról. Az ügy azért is érdekes, mivel Uljukajev a legmagasabb rangú politikai tisztviselő, akit hivatali ideje alatt letartóztattak az országban a Szovjetunió 1991-es összeomlását követően. Alekszej Uljukajev 2013 óta vezette a gazdasági tárcát, a Medvegyev kabinetben való szerepvállalását megelőzően az orosz központi bank elnök helyettese volt közel 10 éven át. Országos razziát tartottak német hatóságok egy szalafista szervezet irodáiban, valamint számos mecsetben is. A 10 szövetségi tartományra kiterjedő akcióban a hatósági tájékoztatás alapján több mint 200 lakást és irodát kutattak át. A rendőrök igyekeztek megnyugtatni a kedélyeket, állítólag nincs szó közvetlen terrorveszélyről, és őrizetben se vettek senki. A belügyi tárca elrendelte az Igaz Vallás nevű szervezet betiltását, melyet sajtóhírek szerint egyebek mellett azzal is gyanúsítanak, hogy az iszlám államot támogatta. Hatalmas, az egész ország területére kiterjedő razziát tartottak a német hatóságok kedden hajnalban. Egy szalafista szervezet áll a nyomozás középpontjában, az Igaz Vallás néven futó csoport leginkább az ingyenes korán osztogató akcióiról vált ismerté, ám a belügyminiszter tájékoztatása alapján ez csupán álcaként szolgált a valódi tevékenységük elfedésére. A mai napon betiltottam és feloszlattam az Igaz Vallás nevet viselő szervezetet. A csoport országos tevékenységet folytatott az iszlám térítés, valamint ártatlan koránosztogatás álcája alatt dzsihadistákat és iszlamistákat segített és hozott össze egymással. Olyan térségekben tevékenykedtek, ahol a gyűlöletüzenetek terjesztése és alkotmányellenes tevékenységek zajlottak. A csoport eddig mintegy 140 fiatalnak segített a Közel-Keletre utazni, hogy ott terrorista csoportokhoz csatlakozhassanak, fogalmazott a belügyminiszter. 2012-ben a csoport Olvas néven futó akciója 25 millió korán szétosztását célozta. Hatóságok kett hajnalban lakásokat, irodákat és mecseteket kutattak át összesen 10 szövetségi tartományban, köztük Berlinben is. Az akcióban több száz rendőr vett részt, senkit nem vettek őrizetbe, és a tájékoztatás alapján nincs közvetlen terrorveszély. A belügyi tárca közölte, a nyomozók teljesen biztosak abban, hogy az Igaz Vallás szélsőséges dzsihadistákat támogatott, ám mint mondták, arról nincs információ, hogy európai területen terrortámadásra készültek volna. A szervezet egyelőre nem reagált az eseményekre. Moszul keleti felének mintegy harmadát már felszabadították az iszlám állam kezéről, erről számolt be kedden az iraki hadsereg vezetése. A neheze szakértők szerint még hátra van. Az északi és déli front már megközelítette a várost, de ebben még nem hatoltak. Ezekben a városrészekben több mint 1 millióan élnek.
A 3000 éves, eredetileg még az asszírok által alapított Nimrud városának utcáin vonul fel az iraki haderő. A rövid ünneplés azután történt, hogy a települést a napokban sikerült felszabadítani az iszlám állam két évig tartó uralma alól. A harcok másfél óra alatt véget értek, és nem követeltek civil áldozatot. A város lakossága készségesen fogadott bennünket, még az iszlám állam terroristáinak rejtek helyeit is megmutatták, mondja a hadműveleteket irányító egyik dandártábornok. A közeli Moszul egy jelentős részét már sikerült visszafoglalni a terrorista csoport kezéről. A város keleti részének mintegy harmada már a katonaság kezén van. Ez lesz a kulcs a város további felszabadításához. 955 terroristát öltünk meg, további közel 1000-rel légi csapások végeztek. Több mint 100 fegyverest fogtunk el csak a déli fronton, és 167 álcázott bombacsapdát számoltunk föl, mutatta be az eredményeket a belügyi tárca szóvivője. Déli és északi oldalról még nem léptek a város területére a katonák. Ezekben a városrészekben becslések szerint több mint 1 millió lakos rekedt. Az ENSZ attól tart, hogy amennyiben itt is megindulnak a csaták, úgy ismét 100 000-es nagyságrendben indulhat meg a menekülők áradata a városból. Törökország közben 108 kamionból álló segélykonvojt indított útjára Moszul irányába. A rakományok között a téli időjárásra való felkészülést segítő eszközök vannak. Bízunk benne, hogy sikerül megfelelő szállást készíteniük a hideg idő beállta előtt. Nem ez lesz az utolsó küldeményünk, rövidesen egy másik élelmiszer szállítmányt is útnak indítunk, fogalmazott a török miniszterelnök helyettes. A városból eddig közel 60 000 ember menekült el a harcok elől. A lakosok beszámolói szerint a menekülésre csak akkor van esélyük, amikor egy-egy körzetet az iszlám állam terroristái hátrahagynak. Egyébként a dzsihadisták kivégzik azokat a civileket, akik megpróbálják elhagyni a harcoktól sújtott települést. Búcsú körútra érkezett Európába Barack Obama. Hivatali idejének utolsó látogatásán Görögországot, majd Németországot keresi fel, ahonnan Peru érintésével tér majd vissza Washingtonba. Athénban a téma minden bizonnyal a megszorítások, valamint a migránsválság körül forog majd. A tervek szerint az amerikai elnök a demokráciáról és a globalizációról is beszédet mond a görög fővárosban. Elemzők szerint az elnök egyik célja, hogy megnyugtassa európai szövetségeseit Donald Trump győzelme kapcsán. Berlinben a következő amerikai elnök személyén kívül a tervek szerint az iszlám állam elleni küzdelem is terítékre kerül. Megkezdték a turisták evakuálását Új-Zéland földrengés sújtotta részeiből. Az országot vasárnap éjjel rázta meg egy 7,8-es erősségű földmozgás, amelyben legalább ketten meghaltak, és amelyet több utórengés is követett. Helikopterrel vittek el több mint 100 kínai turistát egy új-zélandi üdülővárosból a vasárnap éjjeli földrengés után. Az evakuálást a kínai konzulátus szervezte meg. Szökőártól tartva felmásztunk a középső lejtőn. Nem mertünk teljesen felmászni a hegyre, mert a földcsúszamlásoktól is féltünk, meséli ez a nő. A konzulátus hotelekben foglalt szállást a kínai turistáknak. Kapcsolatba lépett a légitársaságokkal is, hogy segítsen módosítani a hazautazásuk időpontját. Az utak járhatatlanok és a tengeren szökőártól kellett tartani, ezért gondoltuk, hogy csak helikopterrel evakuálhatjuk állampolgárainkat, mondta a helyettes főkonzul. A földrengés jelentős károkat okozott az épületekben. Akár csak az utakban, ami miatt megközelíthetetlenné váltak a katasztrófa sújtotta területek. A munkások keményen dolgoznak, hogy minél előbb megtisztítsák az utat, és elérhetővé tegyék a várost, mondta egy vállalkozó. Komoly megrázkódtatást jelentett a földrengés a pakisztáni kriket válogatottnak is, amely két meccs miatt érkezett Új-Zélandra. Éjfél után rengeni kezdett a föld. A 6. és 7. emeleten voltunk. A fiúk lerohantak, aztán vissza sem mertek menni a szobáikba, meséli a szövetségi kapitány. A földrengés miatt csapdába esett 3 tehén is, akiket egy helikopterről filmeztek le. Közben az emberek kimentésében részt vesz a hadsereg és a haditengerészet is. Édesapámmal utazgatok. Ő Hollandiából érkezett pénteken. Lehet, hogy hazatér, mert nagyon kimerítették a történtek, mondta ez a férfi. Új-Zéland a csendes óceáni tűzgyűrű fölött található, ami szeizmikus és vulkanikus szempontból különlegesen aktív terület. A világ földrengéseinek 90%-a ebben a térségben történik.
Helyreállt a forgalom Japánban azon a négy sávos úton, amely egy hete beszakadt, valószínűleg a közelben zajló metróépítési munkálatok miatt. A hatóságok végre betömték a Fukuoka városában keletkezett lyukat, amely 30 méter hosszú, 27 méter széles és 15 méter mély volt. Összesen 7000 köbméter földet szórtak bele. A munkálatok befejezése egy napot csúszott a rossz idő miatt. Visszatérhettek az emberek abba a három szomszédos épületbe is, amelyet az út beomlása miatt átmenetileg kiürítettek. A polgármester elnézést kért a történtekért. Az önkormányzat azt ígérte, kárpótolja azokat a vállalkozásokat, amelyeknek veszteséget okoztak. Önök a Világhíradót látták, köszönöm figyelmüket, szép napot kívánok!